Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket! A Sárvári Televízió Hírek 7-kor című közéleti magazinjának nyári szünet utáni első adását látják augusztus 14-én. Mai műsorunkban az elmúlt hetek eseményeinek összefoglalóival és programajánlókkal jelentkezünk. Hazánkban alacsony a koronavírus fertőzöttek száma, de a delta vírusmutáns több európai országban és már Magyarországon is terjed. Ezért aki még nem oltatta be magát, érdemes ezt minél előbb megtennie. A még be nem oltott időseket különösen kérik, hogy vegyék fel az oltást. Európában elsőként Magyarország teszi lehetővé a koronavírus elleni harmadik védőoltás felvételét, amelyre az eest.gov.hu honlapon már lehet időpontot foglalni. A delta vírusmutáns terjedése a még be nem oltottakat veszélyezteti a leginkább. Őket arra kérik, hogy regisztráljanak oltásra a www.vaccinainfo.gov.hu honlapon. A regisztrációt követő pár napon belül már időpontot is tudnak foglalni. Most pedig lássuk képes tartalomjegyzékünket. Vas megyében tovább frissül az autóbusz jármű állomány és javul a személyszállítás szolgáltatási színvonala a most üzembe állt 13 új buszoknak köszönhetően. Július 31-én lezárult a jelentkezési határidő a Virágos Sárvárért versenyre. A zsűri már meg is kezdte a beérkezett pályázatok értékelését, és elindult a közönségszavazás is. Sátoros ünneppel tartott ismét falunapot a járványhelyzet után a Művelődési Ház udvarán a Rába Sömjénért Egyesület. Jubileumi összejövetelt szerveztek a rendszerváltozás idején a megyei labdarúgó bajnokságot megnyert sárvári foci csapat tagjai. A Nádasdi Kulturális Központ július utolsó hétvégéjén szervezte meg második alkalommal az irodalmi csörtét. A Vadkert Majorban került megrendezésre a második sárvári Cabib nemzetközi kutyakiállítás, a háromnapos versenyre 2500 kutyát neveztek. A Sárvári Kinizsi Sportegyesület kézilabda szakosztály a héten szervezte meg hagyományos edzőtáborát. Vas megyében tovább frissül az autóbusz jármű állomány és javul a személyszállítás szolgáltatási színvonala a most üzembe állt 13 új Credo Econel 12 típusú szólóbuszoknak köszönhetően. A járművek ünnepélyes keretek között a Sárvár Aréna parkolójában kerültek bemutatásra. A Volánbusz ZRT idei közbeszerzési pályázatának eredményeként érkező fél ezer új autóbusz közül az első példányokból kerültek a megyébe. A Volánbusz 2018-ban indult jármű fiatalítási programja keretében eddig 1070 új és korszerű autóbusz állt forgalomba. A 7 darab sárvári és 6 darab szombathely telephelyre érkező autóbusznak köszönhetően a térségben közlekedő helyközi járműállomány közel 8%-a újul meg. Az ünnepélyes átadón részt vett Majtényi László, a Vas megyei önkormányzat elnöke, Ák Péter és Vénémet Zsolt országgyűlési képviselők, Kondora István Sárvár polgármestere és Pap László, a Volánbusz humán erőforrás vezérigazgató helyettese. Észak-Vas megyében számos közlekedés fejlesztési beruház zajlik jelenleg is. A most átadott korszerű járművek is még vonzóbbá teszik a közösségi közlekedést, fogalmazott az átadón Ák Péter országgyűlési képviselő. Ismét újabb korszerű buszok érkeznek hozzánk Vas megyébe. Júniusban számolhattam be arról, hogy 3 csuklós buszt szereztek be, melyek Észak-Vas megye számos vonalán közlekednek. Most az új Credo típusú autóbuszokat mutathattuk be, így újabb 13 környezetkímélő, kényelmes jármű áll forgalomba a megye útjain. A modern járművekkel az utasok többségében a Sárvár-Bükk, Őri-Szentpéter-Szentgotthárd, Körmend-Döröske, Őri-Szentpéter-Körmend, Celdömölk-Jánosháza, Kőszeg-Szombathely, Szombathely-Körmend, Bükkfürdő-Szombathely, Ják-Szombathely, Meszlen-Szombathely, Kőszeg-Sárvár autóbuszvonalakon találkozhatnak majd. A 75 utas szállítására alkalmas autóbuszok légkondicionáltak,
elektronikus utastájékoztatási rendszerrel, fedélzeti kamerarendszerrel, kerekesszék és babakocsi elhelyezésére kialakított speciális férőhelyjel és a felszállás segítő rámpával, valamint üléspáronként egy darab USB csatlakozási lehetőséggel rendelkeznek. A minél kevesebb károsanyag kibocsátásával járó, hatékony és biztonságos üzemeltetés érdekében az előírásoknak megfelelő dízelmotor hajtja őket. A 13 korszerű jármű révén, megyénkben frissül a járműállomány és nő a személyszolgáltatás színvonala. Új minőséget jelentenek a közlekedésben ezek a buszok, amelyek mindegyike magyar gyártású. Kondora István a megye összes polgármestere nevében mondott köszönetet az új autóbusz flottáért, és kívánt balesetmentes közlekedést a járművek sofőrjeinek, és hozzá kényelmes utazást a buszra felszállóknak. Én ugye a múlt alkalommal azt mondtam, hogy ilyen városi vadállatok érkeztek azzal, hogy a csuklós buszok megérkeztek. Most azt kell mondanom, hogy megyei kis tigrisek érkeztek a megyébe, akik megfelelő sebességgel, eleganciával és minőséggel fogják szolgálni egész Vasmegye utazó közönségét, mert hiszen itt Szentgotthártól, Celldömölkig, Répcalaktól, Bükktől egészen Vasvárig és a többi települést is nyugodtan lehetne mondani. Tehát mind a 216 vasmegyei településnek a közösségi közlekedés egy minőségi ugrást hajtott végre. Itt láthatjuk, ráadásul ezek magyar alapanyagból, magyar emberi és munkás kézzel készített buszok. Én azt gondolom, hogy ezek egy olyan fajta minőséget képviselnek már, amely nem csak a jelen század, hanem a jövő évtizedek közlekedését is meg fogják határozni. Az elmúlt évek legnagyobb volumenű egyidejű autóbusz beszerzésre zajlik idén, hangsúlyozta Pap László, a Volánbusz humán erőforrás vezérigazgató helyettese. A teljes beszerzés az a már megvalósult 2018-tól ez idáig 1070 darab, és 1665 ezen felül, ami várhatóan a jövő év végéig érkezik a társasághoz. A MÁV Volán csoport részeként a Volánbusz 2022 év végéig rendelkezik a helyközi közlekedésben közszolgáltatási szerződéssel. Ebből adódik, hogy meg fogunk mérettetni, és azt gondolom, hogy a pályázat sikere érdekében az autóbuszok átlag életkorának csökkentése, az autóbuszok műszaki állapotának, korszerűségének, felszereltségének színvonala, alapvetően a járműanyag állapota meg fogja határozni a sikerességünket. Ezen dolgozunk, hogy ez így történjen. Én azt gondolom, hogy ez a Credo típusú autóbusz, ez az elmúlt 15 évben a Volánnal együtt fejlődött. 15 évvel ezelőtt, amikor az első autóbuszok megjelentek a cégcsoportban, akkor mindannyian azt vártuk, hogy tapasztalatok hiányában milyen eredményeket produkálnak majd ezek a járművek. Már amikor ezeket az új autóbuszokat látjuk országszerte az átadások alkalmával, én azt gondolom, mindenki számára megnyugtató választ adott a gyártó. Ezek az autóbuszok valóban nem csak műszaki paramétereikben, felszereltségükben, külső megjelenésükben hordozzák a 21. századi színvonalat, hanem ami a szolgáltató és közvete, a megrendelő számára is rendkívül fontos, hogy az üzemeltetési költségeik tekintetében is rendkívül kedvezőek. Az új járművekkel az utasok többségében a Sárvár-Bükk, Őri-Szentpéter-Szentgotthárd-Körmend-Döröske, Őri-Szentpéter-Körmend-Celldömölk-Jánosháza, Kőszeg-Szombathely-Szombathely-Körmend-Bükkfürdő-Szombathely, Ják-Szombathely-Meszlen-Szombathely és Kőszeg-Sárvár autóbuszvonalakon találkozhatnak majd. Július 31-én lezárult a jelentkezési határidő a Virágos Sárvárért környezetszépítő versenyre. A zsűri már meg is kezdte a beérkezett pályázatok értékelését, a legvirágosabb házakat és erkélyeket értékes díjakkal jutalmazzák. Augusztus 10-én elindult a virágosítási verseny közönség szavazása is.
Augusztus 11-én a zsűri négy tagja személyesen is megtekintette a Virágos Sárvárért környezetszépítő versenyre pályázó ingatlanokat. Dr. Márti Vadar alpolgármester, a zsűri elnöke, dr. Szijjártó Valéria címzetes főjegyző, Kondor János, a Nádasdi Kulturális Központ igazgató helyettese, és Kulcsár László, a Városszépítő Egyesület elnöke, a város legvirágosabb házait és erkélyeit kereste. Idén 30 pályázat érkezett az önkormányzat felhívására. Ez egy folyamatosan visszatérő kezdeményezés, és úgy látom, hogy az aktivitás is évről évre folyamatosan ebben az időszakban visszatér, és jönnek a nevezések, jönnek a fotók, szebbnél szebb leíratok és feliratok a képekhez. Én úgy látom, hogy a város egyébként minden területe aktív ebben a kis kezdeményezésben, annál is inkább most, hogy járjuk körbe a város, tehát a hegyközségtől a sömjéni városrészi kertváros, most itt az északi városrészen szintén, tehát azt látom, hogy az emberek úgy általában aktívak Sárvárban, és hát nagyon, nagyon szép dolgokat mutatnak nekünk. Egyrésztről ugye a külső szemlélő számára, tehát ami az utcaképről látható, vagy az utcáról látható, az is egy nagyon nagy érték, de látjuk azért azt is, hogy bent a portákon belül is nagyon szép színes virágok vannak. Szerintem nekünk, sárváriaknak, és hogyha egy kicsit kitekintek a turizmus irányába, akkor mint vendégfogadóknak is. Talán ez egy gazdasági érték is az, hogy szépet tudunk mutatni, és ezzel talán a visszatérő vendégeink számát is növelni tudjuk. Azt gondolom, hogy a mai világban ez egy nagy és szép dolog, ha ezt meg tudjuk tenni, és hát nem utolsó sorban az, hogy saját magunknak, egy kicsit a szívünknek is mutatjuk azt, hogy mennyire szépeket tudunk varázsolni. Hát én remélem, hogy a lendület megmarad. A zsűri egyébként közben tanácskozik, és már most látjuk azt, hogy a következő évben talán egy új kategóriát is ki tudunk majd írni. Ennek a részleteit persze még ki kell majd dolgozni, de öröm az, hogyha tovább tudunk menni, és évről évre egy kicsit a világunknak emeszeletét is meg tudjuk mutatni. Az utcakertek, előkertek, homlokzatok, erkélyek virágosítását a hagyományokhoz híven értékes díjakkal jutalmazzák. A zsűrizés fő szempontja az esztétikus, harmonikus megjelenés volt, de más tényezőket is figyelembe vettek. A rendezettséget, a színeket, a harmóniát, egyáltalán az egésznek a képét, ugyanakkor azt is, hogy azok, akik eddig még nem voltak ebben a versenyben, vagy nem tudtak díjazottak lenni, vagy egy-egy város területén, ha az adott városrészben még nem volt díjazás, akkor lehet, hogy a zsűri azt gondolja, hogy ott érdemes elkezdeni egy díjjal azért, hogy aztán ez a többiek számára is látható legyen. Tehát szerintem a zsűri akkor végez jó munkát, hogyha ezt az eszmét, ezt a gondolatot minél jobban és szélesebben terjeszteni tudja a városban. A Virágos Sárvárért környezetszépítő verseny felhívására érkezett pályázatokból közönségszavazás indult a Sárvár Lendületben közösségi oldalon. A játékban résztvevőknek nem kell más tenniük, csak a nekik tetsző ingatlan fotóját lájkolni. A legtöbb lájkot kapott ingatlan nyeri el a Virágos Sárvárért verseny közönségdíját. A digitális világnak a mindenféle vívmányával együtt a város lakóit is egy szavazásra, egy kedves megmérettetésre hívjuk. Szeptember 10-ig lehet egyébként szavazni a virágokra, illetve a bemutatott képekre. Én biztatok mindenkit arra, hogy jöjjön, klikkeljen, értékeljen, írjon, és lássuk azt, hogy a közönség szempontjából ki lesz a legjobb. A szavazók között három darab páros belépőt sorsolnak ki a szervezők a Sárvári Kabos László Filmszínház ősszel újrainduló előadásaira. Szavazni szeptember 10-én 23 óra 59 percig lehet. Sátoros ünneppel tartott ismét falunapot a járványhelyzet után a Művelődési Ház udvarán a Rába Sömjénért Egyesület. Ák Péter országgyűlési képviselő a rendezvényen jelentette be, hogy kormányzati támogatásból 40 millió forintos útfelújítás valósulhat meg Rába Sömjénben. A kultúrház felújítására pedig 8 millió forintot fordíthat a település rész. Több mint fél évszázada Sárvár városa avatása óta szerves része Rába Sömjén az Egyesült Településnek.
A városrész őrzi hagyományait, és kerül a fejlesztések révén egyre közelebb Sárvárhoz. Az egésznapos program jó hangulatát számos gyermek és családi program is gazdagította. A vidámparki részen volt körhinta légvár és kötéltrambulin. A falu ünnepen felléptek a sárvári mazsorett együttes csoportjai. A helybélieket és az érkezőket négyféle étellel főtt teli kondérok várták a falu vacsorához. A színes nap tombolával és zenés mulatsággal zárult. Ág Péter országgyűlési képviselő a rendezvényen jelentette be, hogy kormányzati támogatásból 40 millió forintos útfelújítás valósulhat meg Rábasöménben, a művelődési házra pedig 8 millió forintot fordíthat a helyi működtető egyesület. Rábasömén érdekében az elmúlt időszakban is komoly fejlesztések voltak, gondoljunk csak a bicikliútnak a megépítésére, de az elmúlt testületülésre is visszatekintünk, akkor láthatjuk azt, hogy Rábasömén ügye terítéken volt. Ugye a helyi kezdeményezést felkarolva képviselő úr nagy harcosa volt annak, hogy a kamion parkolóhoz ne itt, hanem máshol épüljön meg. Emellett pedig örömmel számolhatunk be arról, hogy Sárvár kormányzati támogatást kapott útfelújításra, melyet itt Rábasömjénben fognak felhasználni 40 millió forintos értékben. Emellett Rábasömjén nagy közösségi élettel bír, amelynek az egyik emblematikus helye az a kultúrház, közösségi ház, amely tulajdonképpen a lelke ennek a településnek, az ilyen jellegű rendezvényeknek, ennek a felújítására is további 8 millió forintról született támogató döntés. Tehát, hogyha mindezeket a döntéseket egymás mellé rakhatjuk, akkor azt láthatjuk, hogy képviselő eredményes munkája révén, lépésről lépésre, kormányzati támogatást is felhasználva fejlődik Rábasömjén. Rábasömjén közössége érdemes a támogatásra, fejezte ki köszönetét Varga Károly, a körzet önkormányzati képviselője Ág Péternek a falunap megrendezéséhez adott támogatásért is. Ez egy nagyon-nagyon komoly munkát eredményező dolog. Kiírtak egy pályázatot, amit mi megpályáztunk, és azt gondolom, ahhoz, hogy szerencsénk volt, nagyon komoly segítséget kaptunk országgyűlési képviselőnktől, Ág Péter úrtól. Nagyon sok segítséget kaptunk a magyar államtól, elismerték a munkánkat, elismerték azt, hogy itt egy olyan közösség épült ki az elmúlt időszakban, aki érdemes arra, hogy többet is kapjon, ne csak azt, amit önerőből meg tud valósítani, illetve természetesen azt sem szabad kiadni, hogy egész ideig Sárvárváros önkormányzata bennünk fantasztikusan támogatott minden éven folyamatosan, de azzal nem tudtuk volna azt a színvonalat megoldani, amit itt most sikerült. Ugyanis ez egy 4 millió forintos nyertes pályázat. Ilyen az elmúlt időszakban talán még nem is volt sohasem, és egy akkora szó, hogy azt gondolom, hogy méltóképpen mindenkinek, aki ebben részt vett, meg kell, hogy segíts, meg kell, hogy köszönjük, hogy tudtak dolgozni, tudtak segíteni, és hogy megkaphattuk ezt, mert ez egy nagyon nagy erőt ad nekünk. Rábasöméni falunap sikerének záloga az összefogás volt. Nyilatkozta Tami Csibolya szervező, a Rábasöménért Egyesület elnöke. Miután tavaly évben elmaradt a falunap a vírushelyzet miatt, időben elkezdtünk mindent szervezni. Az első alkalom az volt, hogy hetekkel ezelőtt elkezdtük gyűjteni a tombolákat, megszervezni azt, hogy kik fognak főzni, hol legyen a helyszín a szereplőknek, hol legyen a kocsma például, úgyhogy elég sok munka volt már előtte is. Aztán ma reggel már a fiúk elkezdtek, 4 helyen főznek, illetve főztek, mert lassan készen lesz a vacsorára minden étel. Lesz egy kis babgulyás, egy kis krumplis gulyás, aztán lesz marhapörkölt, csigatésztával, marhapörkölt, nokedlivel, úgyhogy panasz nem lehet a falu lakosainak, mindenki remélem, hogy nagyon jól fog lakni. Öröm látni, hogy miközben Rábasömén beintegrálódott a város életébe, falusi hagyományait is sikeresen megőrizte, fogalmazott dr. Márti Vador alpolgármester. Milyen jó, hogy falunapot is ünnepelünk egy városban, tehát egy kicsit így érdekes is lehetne a szófordulat, hiszen valójában erről van szó, hogy egy falusi hagyományokat megtartva, és az a kicsi közösségnek az együttérése, együtt ünneplése hogyan tud mégiscsak beintegrálódni egy város életébe, és öröm látni, hogy ez működik. Évről évre egyébként működik, és itt a Kultúrház udvarán mindenféle közösségi eseményeken keresztül, találkozásokon keresztül összeállnak azok a programok, amelyeket talán az elmúlt másfél évben különösen vártunk, mert hogy nem lehetett találkozni, és most itt van a lehetőség, és amióta a kerékpárút egyébként fizikailag is megépült Sömjén, és
és mondjuk, hogy a belváros között azóta a fizikai távolság is lecsökkent, ezáltal talán még közelebb került a két településrész egymáshoz, ami én azt remélem, hogy soha nem volt messze egymástól, hiszen azok az események, azok a körülmények, azok a lehetőségek, azok végül is mindenkinek a rendelkezésre állnak, de ugyanakkor, hogyha van egy kicsi lehetőség vagy igény arra, hogy elmeneküljünk a városnak a zajától, akkor azt itt Sömjénben viszont kiválóan meg tudjuk tenni. Rába Sömjénben a kapott támogatásból tovább fejlődhet a művelődési ház, az útfelújításra kapott összegből pedig várhatóan a sportutca újulhat meg. Jubileumi összejövetel tartottak a rendszerváltozás idején a megyei labdarúgó bajnokságot megnyert sárvári foci csapat tagjai. A Nádasdi várban rendezett találkozón Kondora István polgármester köszöntötte a bajnok csapatot, majd adott át emléklapokat és plaketteket a jelenlévőknek. Az 1991-ben a Vas megyei első osztályú labdarúgó bajnokságot megnyert Sárvár Kinizsi csapatának 30. évfordulóján rendezett ünnepi együttléten a mai öreg fiúkban elevenen élnek az emlékek, mert videó nem állt rendelkezésre a történtek megörökítésére. Az összejövetelen Kondora István polgármester köszöntötte a bajnok csapat tagjait, amely 10 pont előnnyel magabiztosan nyerte meg a küzdelmeket. A Stíber József edző irányította csapat, egykori játékosa volt Haraszti Zsolt is, aki idén a Sárvár FC edzőjeként szintén megnyerte csapatával a megyei első osztályú bajnokságot. Szerencsére már akkor is egységes sportszemlélet volt a városban. A cukorgyár volt a csapat fő támogatója. Számolt be Varga Jenő önkormányzati képviselő, a sárvári Kinizsi egykori szakosztályvezetője. Hát az igazság, hogy ez 30 évet ölel fel, olyan szempontból, hogy 1990-91-es szezonban bajnokságot nyert a akkor még Sárvári Kinizsi, nem Sárvári FC, hanem Sárvári Kinizsi. Hát még meghatározó volt a cukorgyárnak a támogatása, örültünk is neki nagyon, annak még főleg örültünk, hogy bajnokságot nyertünk. Azt viszont tudni kell, akkor is mindig a megyei első osztályra mindig megvolt a pénz. Az MB3-ról már sokkal nehezebb volt összeszedni, hát nem is tudtunk az MB3-ba indulni, a megyeiben jutunk újra, de én azt mondom, nagyon szép napokat éltünk meg ezek a fiúk megérdemlik 30 év után, hogy újra összejöjjenek, örömmel látják egymást, összeölelkeznek, én is nagy tisztelettel, meg szeretettel fogadom őket, meg várom is őket, mert megérdemlik. Az egész motiváció más volt, akkor egy olyan amatőr bajnokság volt, ahol a jelenlegi dolgok, amik már nagyon meghatározók az anyagiak, tehát ott ilyenek nem léteztek. Akkor még mindenki, hát azt lehet mondani, hogy szeretetből, viszont munkahelyért játszott. Mondhatom ezt, hogy munkahelyért, mert akik a csapatban játszottak, azok vagy a cukorgyárban, vagy a Barneválban, vagy a akkori városgazdálkodásnál, tehát egy egységes sportszemlélet volt, hál' Isten, akkor már a városban. Először csak a cukorgyárra lehetett számítani, de utána már a Barnevál városgazdálkodás, tehát már több cég összefogott, és akkor már azért sokkal könnyebb volt egy csapatot összehozni, amikor tulajdonképpen csak azért kaptak sokszor, nem azt mondom, hogy ingyen munkahelyet, mert nem ingyen, mert dolgoznunk kellett, de ezért a munkahelyért futballozni is kellett úgy, ahogy elvárták ők. Négyszer, háromszor, négyszer volt edzés, és oda kellett tenni magukat, nem volt semmiféle külön anyagi segítség vagy utalmazás, semmi nem volt, de így is szép volt, mert tudtak egymásért küzdeni a fiúk. Varga László a csapat játékosa volt, a rendezvény egyik létrehozója a jubileumon visszaidézte. A sikert azért érhették el egykor, mert a futballnak éltek, és az összetartás, a közösségi szellem motiválta őket. A 90-es években Ausztriában nagyon sok játékos kivándorolt, és újra kellett szervezni szinte a csapatot. A csapat előtte 2 éve kiesett az NB3-ból, majd következőben ugye harmadik lett, és Stibbe Jóskával megnyertük a megyei bajnokságot. Tudni kell azt, hogy akkor átszervezték az egész vezérkart. Nagy János lett a ügyvezető igazgató, a Varga Jenő barátunk lett a szakosztályvezető, és engem is visszahívtak, mint öreg régi rutinos játékost, hogy segítsem a csapatot. Hát a Jóskának nem volt egyszerű belülről, mert azért hozni kellett játékosokat, Répcelakról, a Szanyi Attilát igazoltuk le, a Hajba Lászlót,
a monostorit a Vasasból, tehát kellett azért ember, akikkel meg kellett erősíteni a csapatot. Közben a Szifer Istvánt leigazoltuk a Szavária típóból, és elég jó összeállt a társaság. Ezt el lehet mondani, hogy 13 mérkőzésen veletlen volt a Kinizsi. Ez nem volt egy nagyszerű eredmény volt, tehát inkább így mondanám. És a tavaszi idény, vagy az őszi szezonban egy vereséget szenvedtünk, azt Horváth Zsidányban. Tehát 15 mérkőzésből 14-et megnyertünk. Hát az nagyszerű eredmény volt, én úgy gondolom. Az 1991-es sárvári bajnokcsapat akkoriban és most is örömmel volt együtt. 30 év múltán is megvan az összetartó erő a csapat tagjaiban. A Nádasdi Kulturális Központ július utolsó hétvégéjén szervezte meg második alkalommal az irodalmi csörtét. A háromnapos rendezvény során az ország ismert írói, költői, filmes szakemberei fordultak meg a Nádasdi várban. A Nádasdi Kulturális Központ munkatársai július utolsó hétvégéjén az irodalom és a kultúra iránt érdeklődőket várták a Nádasdi vár falai közé. A háromnapos rendezvény rávilágított arra, hogy nagy igény mutatkozik az irodalmi események iránt is. Az előadások, író-olvasó találkozók szép számú érdeklődő közönség előtt zajlottak. A felnőttek mellett a gyermekeket is várták bábszínházakkal, népi gyermekjátékokkal és dínósóval. Takács Zoltán Bálint, a Nádasdi Kulturális Központ intézményvezetője elmondta, hogy nagy örömmel töltötte el munkatársai ötlete, hogy egy irodalmi fesztivál alapjait tegyék le a Nádasdi várban. Ugye irodalmi fesztiválról van szó, és ez egy teljesen új dolog országszerte is, hiszen nem egy hagyományos író-olvasó találkozóról van szó, nem egy hagyományos történelmi fesztiválról van szó, kettő, nem hagyományos koncertekről van szó, három, nem hagyományos gyerekprogramokról van szó, négy, hanem mindezeket összekeverve egy mixbe adtuk, hiszen én azt gondolom, hogy a fesztiváloknak, illetve a rendezvényeknek most így ez lesz a jövője. Amikor nem egy koncert és utána jövünk, megyünk, hazamegyünk, nem egy gyerekprogram, jövünk, megnézzük és hazamegyünk, hanem minden, az egész családnak egy komplex programot kell nyújtani, és körülnéztünk a fesztiváloknak a világán, és tavaly előtt a munkatársaim fölfedeztek egy részt. Ez pedig az irodalmi fesztivál, az irodalmi csörte, ahol a történelmi regényeknek, a különböző történeteknek a találkozásáról van szó, amikor ezeket megpróbáljuk egy kicsit közelebb hozni úgy az olvasókhoz, a közönséghez, a rajongókhoz, hogy nem csak lehozzuk az írókat, hanem teszünk hozzá egyéb programokat, színházi előadásokat, beszélgetéseket, és hát sok-sok izgalmas egyéb kísérő programokat, esténként pedig nagy koncerteket. Nagy öröm volt, hogy a színházi előadásokra most újra látom a régieket, és azt kell, hogy mondjam, hogy látom az újakat is, és hogy jó előre már helyet kell foglalni, és hát volt olyan előadások, illetve minden előadásunk most ilyen volt, hogy egy létszámkorláthoz volt kötve, mert ha az előadás olyan, a tér olyan, és itt már előre el kellett jönni az embereknek 20-30 perccel korábban, és volt olyan, akitől elnézést kértünk, hogy most nem, de majd jön jövőre, és akkor újra el lehet jönni. Tehát igen, én nagyon remélem, hogy ez a kiéhezés, ez most jó értelemben egy kicsit átfordul, hogy most tényleg rá lehet harapni a koncra, a kulturális koncra, és egy kicsit lehet fogyasztani. Mondjuk azt talán, hogy most egy ideig mértéktelenül, tehát minden egyes programra, amit kínálunk, arra tessék eljönni. Egyetlen egy dolog van, és ezt hadd hívjam föl mindenkinek a figyelmét, hogy egy a dolog a legfontosabb, hogy jól érezzük magunkat, és ahhoz, hogy jól érezzük magunkat, nem szabad otthon maradni. Ahhoz el kell jönni, ahhoz bizony közeg kell, és a legjobb közeg Sárváron az a Nádasdi vár. Ezt higgyék el nekem. A második irodalmi csörtén az ország legismertebb költőivel, íróival, nem csak író-olvasó találkozók keretein belül találkozhatott a közönség, hanem betekintést nyerhettek a műalkotás megírásának folyamatába is. A rendezvény nem csak a hallgatóság számára nyújtott szellemi táplálékot, hanem a meghívott irodalmárok számára is egy új találkozási pontot biztosított a három nap programja. Fábián Janka történelmi regényeiben a nőket és a női szerepekre helyezi a hangsúlyt, valamint őket helyezi a középpontba.
Janka szerint egyre inkább megjelenik az igény arra, hogy a nők is szerepet kapjanak az irodalom mellett a mindennapi életben is. Miért női főszereplőim vannak, és hát egyrészt miért ne? Úgyhogy meg hát én is nő vagyok, tehát ez szerintem magától értetődik részben, de részben tudatos választás is. Én amikor elkezdtem írni a történelmi regényeket, akkor ez a Magyarországon legalábbis a történelmi regénynek ez a női változata, ez valamennyire hiányzik volt. Tehát én egy ilyen piaci részt, meg igényt töltöttem ezzel be, és tényleg még engem is meglepett, mert tudtam én, hogy erre van egy elemi igény, hogy ilyen könyveket is lehessen olvasni, és a magyar történelemről is, de engem is meglepett, hogy tényleg mennyire, mekkora igény volt, és van erre, és mennyire várták, hogy legyen ilyen, és azóta már hála Istennek jóval több van. A közönség és a művészek is várják már a 2022-es év irodalmi csörte programját, ahol újra találkozhat egymással a kultúra a Nádasdi várban. Addig is várja közönségét a 40. Folklórnapok és a Sárvári Városfesztivál augusztus 13 és 21-e között a várfalai között. A Vadkert Majorban került megrendezésre a második Sárvári Cacib nemzetközi kutya kiállítás. A háromnapos versenyre 2500 kutyát neveztek, 140 kutyafajtából választották ki és díjazták az adott fajtára legjellemzőbb tulajdonságokkal rendelkező egyedeket. Az indulók 70%-a magyar, 30%-a külföldi volt. A sárvári versenyhez hasonló rangút évente körülbelül 5-öt rendeznek Magyarországon. A szervezők tervezik a nemzetközi kutya kiállítás megrendezését jövőre is. A Sárváron rendezett nemzetközi kutya kiállítás a térség egyik legnagyobb kutyás rendezvénye. Rengeteg kiállítót és látogatót vonzott belföldről és külföldről egyaránt. A három nap alatt több ezer kutyát bíráltak el a szakemberek. A kiállításon megszerzett három győztes cím alapján kiadták a Hungária Junior Champion, Hungária Champion, valamint a Hungária Veterán Champion címeket. A kiállításon indult előadássorozat a magyar ebbfajták gém megőrzése érdekében. A Sárvári Nemzetközi Kutya Kiállításról Kóros András, a Magyar Ebbtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetségének elnöke beszélt. Nagy-nagy örömmel tértünk vissza Sárvárra második alkalommal. 2 évvel ezelőtt rendeztük az első nemzetközi kiállítás sorozatot, ami akkor közös rendezvény volt az osztrák testvérszervezetünkkel, az Obervárti szervezettel. Sajnos a tavaly évben, mint nagyon-nagyon sok rendezvény, nem csak kutyás rendezvény, elmaradtunk, és ebben az évben az egészségügyi lehetőségek megadták azt, hogy ismételten újra Sárváron találkozzunk, ami egy óriási sikertörténet, bár az időjárás nem fogadott a kegyeibe bennünket, de 2500 kutya nevezését regisztráltuk a három napra. Ez Európában is egy erős középmezőnynek számít. 11 országból érkeztek a kiállítóink, és 4 országból hívtunk küllembírókat, tehát valóban nemzetközivé vált a rendezvény háromnapos kiállítás pénteki indulással, és emellett próbáltunk nagyon-nagyon sok egyéb kinológiai programot, kutyás programot is ide koncentrálni a sárvári kiállítás területére. Csodálatos a környezet, a Vadkert Major lehetőségei maximálisan kielégítik egy ilyen nemzetközi kiállítás igényeit, és ide szerveztük egy héten keresztül az utánpótlásunk, a junior handlereknek a táboroztatását, továbbképzését. Ők már hétfőtől itt voltak, és ma este búcsúzunk tőlük nemzetközi mezőnnyel és külföldi előadókkal. Ezen kívül nagyon-nagyon fontos volt számunkra a tegnapi nap, bár egy picikét az eső bezavart, de mivel terem rendezvény volt, így jól sikeresnek minősíthető. Magyar kutyafajtáink, a nemzeti értékeinknek a gén megőrzési előadás sorozatának volt az első állomása. Ez egy úgynevezett tanösvény rendszerben zajlik, egy hónap múlva Komáromban folytatódik, és évvégén zárjuk Budapesten. Tehát ez is sikeresnek mondható. Amit nagyon fontosnak érzek, az az, hogy a külföldiek 2 év után is visszataláltak ide, tehát valóban nemzetközi, 30%-a a kiállítóinknak külföldi. Tehát a 2500 kutyából gyakorlatilag ilyen 7-800 kutya külföldről, Európa számos országából érkezett, még Angliából is van kiállítónk. Harsányi Péter volt a Sárvári Kutya Kiállítás vezető bírája.
A küllembíró azt hangsúlyozta, nem elég egy kutyának csak küllemben megfelelnie a fajta sztenderdeknek. Az állatnak magát a versenyt, a versenyzést is szeretnie kell. Az tény, és ezt mi el is tudjuk fogadni, hogy mindenkinek a kedvence a legfontosabb, és úgy gondolja, hogy a legszebb. Ami az alapot képezi, az az, hogy van egy standard leírás. Tehát minden fajtára, a küllemére, a fizikai adottságaira, az eredeti funkciójára tekintettel, ennek a gyűjteménye és pontos leírása a standard. Tehát ez képezi azt az alapot, ami alapján úgy az egyedet, mint amennyiben kitűnőt kapott, tehát tovább versenyez, a konkurenciát tudjuk minősíteni, tehát összehasonlítjuk ezeket a kutyákat, de az alap a standard, tehát a hivatalos fajta leírás. A kutya viselkedése, karaktere, jelleme nagyon fontos. Tehát egy rossz példával élve, a világ legszebb kutyája sem tud győzelmet elérni, sem az osztályban, sem később egy komolyabb összevetésben, amennyiben a viselkedése, a karaktere nem megfelelő. Tehát kell, hogy szeresse a kutya a kiállítást, ellenkező esetben hiába van a szépség, nem képes megmutatni, nem képes prezentálni a bíró, illetve a közönség felé. A sárvári verseny jól sikerült, a Vadkert Major pedig ideális helyszínnek bizonyult. A szervezők már tervezik a nemzetközi kutyakiállítás jövő évi sárvári megrendezését is. Kedves nézőink, a Vármeeting Nemzetközi Motoros és Rockfesztivál további napjairól készített összefoglalóinkat következő közéleti magazinunkban láthatják, most pedig programajánlóval folytatjuk. Elkezdődtek a 40. Nemzetközi Folklórnapok programjai, augusztus 17-ig minden nap más nép életébe, tánckultúrájába pillanthatunk be a Nádasdi Várban. Ír, német népzene és néptánc, pesdítő latin és balkáni zenék, koncertek és táncok várják az ünneplőket. Táncházak és más izgalmas kísérő rendezvények is lesznek. Fellép többek közt a Vujicsics együttes, a Regős zenekar, a Herpenyő, a Caprive, a Los Orangutans, a Zuboj, a Száztagú cigány zenekar. Táncolnak a sárváriak, a kecskemétiek, az ágfalviak, a nemesnádudvariak, az üllésiek. Bemutatkoznak a sárkánylányok és a Vasi kislegény cég tehetségei. Részletek a sárvárvár.hu honlapon olvashatók. Minden program ingyenes és védettségi igazolvánnyal látogatható. 4 estén át izgalmas showműsorok, koncertek, kísérő rendezvények várnak mindenkit a Nádasdi Várban augusztus 18-ától augusztus 21-ig a Sárvári Város Fesztiválon is. Fellép az Airi Mafia, a Szabó Balázs bandája, a Dirty Slippers, a Sugar Love és Dennis. Itt lesz a Mojo Rising Budapest, de a Queen Bee zongoristája Szilárd a Piano projekttel. Koncertet ad Zséda. Szintén a nagy színpadon lép fel az Iron Majdnem, Pál Dénes és a Bordó Sárkány. A gyerekeket is minden nap program várja a Nádasdi Várban. Augusztus 20-án 20 óra 45-kor kerül sor Kondora István polgármester ünnepi köszöntőjére és az új kenyér megszegésére. Az augusztus 20-i hagyományos tűzijáték után utcabál lesz a várban a Parti Maffiával. A programok ingyenesek és a hatályos szabályozás szerint, mivel a nemzeti ünnephez kapcsolódnak, védettségi igazolvány nélkül látogathatóak. Részletek a sárvárvár.hu honlapon olvashatók. Mi nem sztorikat gyártunk, hanem az új Dacia Sandero. Új Dacia Sandero. Pont elég tökéletes. Új Sandero 1,5 millió forint kezdőbefizetéssel, már akár napi 950 forinttól. Az Autó Baumgartner Kft. Várja a Renault és Dacia személygépkocsik iránt érdeklődőket. Az egységes Renault szabvány szerint megújult szalonunkban a legmodernebb technikai eszközök és felkészült értékesítési tanácsadók közreműködésével választhatja ki az ön számára leginkább megfelelő modellt. Amennyiben megtalálta álmai autóját, akkor helyben hitelügyintézéssel, biztosításkötéssel és minden új autóval kapcsolatos szolgáltatással állunk rendelkezésére.
Szakértő kollégák segítségével minden modellünkhöz nagy választékban kínálunk tartozékokat, szezonális kiegészítőket. Szervizünkben a következő versenyképes szolgáltatásokkal várjuk. Renault és Dacia személy, valamint haszonjárművek garanciális és garancián túli javítása, időszakos karbantartása, gépjármű villamossági javítás, motordiagnosztika, karosszéria javítás, fényezés, kárfelvétel ügyintézés. Amíg ön a szervizben autójára várakozik, addig igényesen kialakított kávézónkban vendégül látjuk egy kávéra frissítőre. A Sárvári Kinizsi Sportegyesület kézilabda szakosztálya a héten szervezte meg hagyományos edzőtáborát. A legkisebbeket a Sárvár arénában néztük meg edzés közben. A legkisebb sárvári kézilabdázóktól volt hangos, csütörtökön reggel a Sárvár aréna. Több mint 30 gyerekkel foglalkoztak a Sárvári Kinizsi Sportegyesület kézilabda szakosztályának edzői az edzőtábor keretében. Igazából a TAU rendszer bevezetése óta, 2012 óta minden évben el tudtuk vinni az utánpótlás korosztályt edzőtáborba. Eddig általában a Balatonparton, az utóbbi időben a Nemzeti Kézilabda Akadémián, a Bogláron voltunk, azonban a koronavírus most itt is közbeszólt, hiszen a TAU-s pénzeket elég nehéz összeszedni, nem is lehetett föltölteni az egész keretet, így aztán gazdasági megszorító intézkedést kellett nekünk is hozni, úgyhogy az idei nyáron nem mentünk el Sárvárról máshova táborba, hanem egy ilyen napközis rendszerű bejárós tábort szerveztünk augusztus 9-től, mégpedig az utánpótlás korosztályból a négy alsó korosztálynak, ami azt jelenti, hogy az jövendőbeli U8-tól a jövendőbeli serdülőig vannak itt. Összesen 34 gyerekkel foglalkoznak az edzőink ebben az 5 napban itt a Sárvár Aréna bázisában. Mi a program, mire fókuszálnak főként? Megpróbáltuk ezt az 5 napos programot úgy összerakni, hogy egyrészt ugye szakmailag is ez stimmeljen, hiszen igazából most kezdődik az alapozás, úgyhogy most a piciknek is alapozás volt az első napokban, persze az ő szintjükhöz képest. Tehát Isten igazából szakmai programok vannak, edzés délelőtt délután, és emellé megpróbáltunk olyan szabadidős programokat betenni, ahol jól érzik magukat a gyerekek. A támogatóinknak köszönhetően voltunk egy napot a Sárvárfürdőn, megyünk a kalandparkba, voltunk itt az arénába mozilátogatáson, illetve a szabadidőben pedig ilyen csapatépítő jellegű játékokat játszanak a gyerekek, és nagyon jól érzik magukat, és hozzá kell tenni, hogy a szülőknek is ez egy nagy segítség volt, hiszen tulajdonképpen most itt egy hétig, 5 napig a gyerekek felügyelet alatt vannak, tehát amellett, hogy a szakmai munka folyik, az edzések zajlanak, amellett azért a felügyeletet is biztosítjuk reggel 7:30-tól délután 4-ig. Az utánpótláskorúak edzőtáborával egy időben az ifi és a felnőtt csapat is megkezdte az edzéseket a Sárvár arénában. Az edzők úgy építették föl, hogy egy 6-7-es felkészülési program lesz az első bajnokig, ami majd szeptember 18-ának hétvégén lesz. Ennek a 6-7-nek az első 2 hete az a kimondott alapozás a felnőtteknél is. El kell, hogy mondjam, hogy egy később időpontban majd tartunk egy sajtótájékoztatót, ahol elmondjuk a csapat keretében történt változásokat. Most előzetesen csak annyit mondanék, hogy igazából nem terveztünk nagy változást a csapaton, a játékos kereten, a felnőtteken belül, de az élet úgy hozta, hogy munkahelyi elfoglaltság, sérülés miatt muszáj volt belenyúlni a keretbe, úgyhogy 3 új játékost fogunk majd bemutatni. 3 fiatal, de általában győri nevelésű, technikás, jó játékos került Sárvára. Sok gyermek sportol itt most mögöttünk. Mennyire népszerű Sárváron a kézilabda, mennyire tudnak utánpótlást megnyerni a jövő számára? Most a koronavírus miatt, illetve az ahhoz kapcsolódó karantén helyzet miatt, meg az online oktatás miatt azt vettük észre, hogy 2 év után, hiszen 2 nem normális szezon van mögöttünk, nagyon nehéz motiválni a gyerekeket.
nagyon sokan mondják azt, hogy nincs bennük belső késztetés. Ezt mi látjuk az iskolában is, tehát minden szinten nagyon nehéz. A picik nagyon motiváltak, tehát a legapróbb korosztály nagyon motivált, ők nagyon élvezik. Itt inkább ezzel a 14-15 éves kamasz korosztályal van gond, akik egyébként is nehezebben élték meg ezt a karantént, az online oktatást, hogy nem találkozhattak a többiekkel, tehát ez rányomja a bélyegét. Mindent bevetünk mi is azért, hogy ez megváltozzon, illetve ha normális rendszerint kezdődik az iskola, akkor szeretnénk szeptemberben egyrészt a Nádasdi iskolában is elindítani egy szivacskézilabda szakkört vagy sportkört. Ezt Jenőfi Kati vállalta, aki ott tanít. A Gárdonyiban ez már működik, illetve szeretnénk majd természetesen egy toborzót is itt a Sárvár Arénában. A sárvári kézilabdázókkal kapcsolatos aktuális információk miatt érdemes a Handball Sárvár Facebook oldalt követni. Kedves nézőink, közéleti magazinműsorunk végén következzenek legfontosabb híreink röviden. Vas megyében tovább frissül az autóbusz jármű állomány és javul a személyszállítás szolgáltatási színvonala a most üzembe állt 13 új buszoknak köszönhetően. Július 31-én lezárult a jelentkezési határidő a Virágos Sárvárért versenyre. A zsűri már meg is kezdte a beérkezett pályázatok értékelését és elindult a közönségszavazás is. Sátoros ünneppel tartott ismét falunapot a járványhelyzet után a Művelődési Ház udvarán a Rába Sömjénért Egyesület. Jubileumi összejövetelt szerveztek a rendszerváltozás idején a megyei labdarúgó bajnokságot megnyert sárvári foci csapat tagjai. A Nádasdi Kulturális Központ július utolsó hétvégéjén szervezte meg második alkalommal az irodalmi csörtét. A Vadkert Majorban került megrendezésre a második sárvári Cabib nemzetközi kutya kiállítás, a háromnapos versenyre 2500 kutyát neveztek. A sárvári Kinizsi Sportegyesület kézilabda szakosztály a héten szervezte meg hagyományos edzőtáborát. Kedves nézőink, Hírek 7-kor című műsorunk augusztus 14-i adását látták. Új közéleti magazinnal augusztus 21-én jelentkezünk majd. Kövessenek bennünket a Facebookon és a YouTube-on is. A viszontlátásra!